új létesítmény 1500 négyzetméteres kutyafuttatót adtak át a Malomkertben. Sikeres évzárás, emelkedett a bérletesek és a jegyetvásárlók száma a színházban. A mi vízügyünk a szakember utánpótlásért indítottak országjáró kampányt. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! Kutyafuttatót adtak át a Malomkertben, közel 1500 négyzetméteren körbekerítve kis és nagy testű kutyák számára ketté osztva áll a kutyások és kedvenceik rendelkezésére az új létesítmény. A kutyafuttatót az önkormányzat hozta létre, és több mint 6 millió forintba került. Mert a hölgy mindig ad neki jutalomfajta. Még a gazdájára sem figyelt, annyira belefeledkezett a játékba Picúr. A pincser ezzel a tacskóval és annak gazdájával hamar megbarátkozott. A malomkertiek nagyon örülnek az új kutyafuttatónak, mert azt mondják, ha biztonságban szerették volna tudni sétáltatás közben a kedvencüket, akkor a város másik részére, például egészen a Szénatérre kellett elmenniük. Oda kellett elhordanom, tehát ez elég kellemetlen volt. De ez itt nagyon, nagyon hálásak vagyunk, hogy itt létrejött ez a kutyafuttató. El vagyunk a többiekkel is, meg barátkozunk is a kutyacimborákkal, tehát tetszik nagyon ez a helyzet itt nekünk. A kutyafuttató a kert közben épült fel, közel 1500 négyzetméteres. A kis és nagyobb testű kutyák számára kettőosztva, padokkal, szemetesekkel szerelték fel a létesítményt. Számos olyan eszköz is található itt, amivel még agility versenyekre is fel lehet készíteni a négylábúakat. Kedd délután ünnepélyes keretek között adták át. Hogy idén ez a második kutyafuttató átadás. Rákóczi Ildikó, helyi önkormányzati képviselő arra emlékeztetett, hogy idén már a homoksoron is rendelkezésre áll egy kutyafuttató. Majd hozzáfűzte, a Malomkertben is nagy szükség volt rá. Az itt élő emberek ugye társasházakban élnek, persze van családi házas rész is, de nagyon sok kutya tartó van. És azért a kutyáknak ez egy biztonságos hely, és szívesen hozzák. És ugye már, ahogy láttam korábbi napokban, hogy birtokba is vették, annak ellenére, hogy a hivatalos átadó ugye mai nap. A malomkerti kutya futtató 6,2 millió forintba került, amit az önkormányzat saját forrásból teremtett elő. Ezzel már 12 olyan helyszín áll rendelkezésre a megyeszékhelyen, ahol póráz nélkül is biztonságosan lehet kutyázni. Sikeres évet zárt a Móricz Zsigmond Színház, emelkedett a bérletesek és a jegyet vásárlók száma is. Népszerűek a tematikus bérletek, de a szakma is elismeri a teátrum munkáját. Emellett minősített fesztivál lett a Vidor. A színház ügyvezető igazgatója a számok tükrében értékelte az idei sikereket. 2016-hoz viszonyítva 2505-tel emelkedett a bérletesek száma, közel 30%-kal pedig a jegybevétel. Ha a távolabbi adatokra tekintenek, még magasabb ez az arány. Kedveltek idén a karácsonyi bérletek és a Vidor Extra előadásai. Az is tény, hogy a színház sikeresen neveli a színház látogatók utánpótlását, népszerűek mind a gyerek, mind az ifjúsági bérletek. Beteg gyerekeknek készített egy meglepetés műsort néhány művész, melyet a Józsa András kórház gyermekosztályán mutatnak majd be. És akkor halljuk a kedvenceket. Sherlock Holmes, a sátán kutyája, majdnem 11 ezer néző volt már rá kíváncsi, és a januári két előadásunkra is már szinte minden jegyet eladtunk, tehát ez egy olyan sikerszéria, amit remélem, hogy még hosszan fogunk tudni játszani. De az illatszertár, amit csak néhány hete mutattunk be, arra is minden jegy elfogyott már, tehát jó eséllyel egy hasonló szériát várhatunk attól is. Nem csak a nézők, de a szakma is kiválóra minősítette a Móricz Zsigmond Színház szervező munkáját. A Magyar Fesztivál Szövetség évzáró szakmai napján adták át a Vidor minősített fesztivál dokumentumait. Garancia a minőségre, tehát azok a szempontok, amit a minősítők megnéznek, az újítások, azok a már működő rendszerek magabiztos bemutatása, ezek mind az bizonyítják, hogy ez a fesztivál 16 év alatt annyira stabilan tud működni, és meg is tud újulni évről évre, hogy egy minősített fesztivál címet úgy kaptunk meg, hogy külön kiemelték, hogy a színház mindenre odafigyel. Megújítja a színház együttműködési megállapodásait a Nyíregyházi Sportcentrum férfi kosár, illetve női röplabda csapatával, melynek keretében a színház bérletesei jelentős kedvezményt kapnak sporteseményekre, a kulturális intézmény pedig a sportolók számára kínál ajándékot. Hivatalosan is megtörtént egy februári esemény bejelentése.
Ismét lesz táncfarsang, ugye a korábbi évekhez hasonlóan ismét megrendezzük. A legnagyobb sztárvendégünk a Kecskeméti Balett, akik a jól ismert Carmen című történetet hozzák el nekünk. A vendégek mellett közös esten szerepel majd a Nyírség és a Szabolcs táncegyüttes, illetve tárgyalnak kisebb és ifjabb néptáncosokkal is, kik színesítik majd a táncfarsang gála műsorát. Nyíregyházára érkezett a Mi Vízügyünk elnevezésű országjáró vízügyi roadshow. Közel egy hónap alatt 10 városban több mint 1000 diákkal találkoztak. Most a Vásárhelyi Pál építőipari környezetvédelmi vízügyi szakgimnázium tanulóival. A program célja, hogy a hiány szakmának mondható vízügyes továbbtanulásra buzdítsanak. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és 12 területi igazgatósága, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karával együttműködve novemberben a vízügyi szakmát népszerűsítő kampányt indított. A vízügyi roadshow utolsó állomása a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál építőipari környezetvédelmi vízügyi szakgimnáziuma volt. Az elsődleges célja az, hogy a vízügyi szolgálat számára a szakember utánpótlást biztosítsuk. Mindenki tudja, hogy felvételi időszaka következik, február 15-ig lehet a felsőoktatásba jelentkezni. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karán az építőmérnöki szakra, annak vízgazdálkodási és specializációjára toborozzuk most a hallgatókat. Mint elhangzott, Magyarország vízgazdálkodása nem csak Európában, de a világon is egyedülálló. Európában nálunk vannak a leghosszabb gátrendszerek, nálunk a legnagyobb az árvízi és a belvízi kitettség, és ebből fakadóan nagyon fontos, hogy megfelelően gazdálkodjunk, megfelelően tudjunk a kockázatok ellen védekezni, és a víz előnyeit megfelelően tudjuk kihasználni. És mivel ilyen meghatározó Magyarországon a vízgazdálkodás, azért nagyon fontos, hogy akik ezt űzik, a vízügyesek, megfelelően felkészültek legyenek, és megfelelő jövőképpen rendelkezzenek, annak érdekében, hogy megfelelő biztonságban legyünk, és ki tudjuk használni a vízben rejlő előnyöket Magyarországon. Nagy volt az érdeklődés a vízügyes szakmát népszerűsítő tanórán, hiszen a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál építőipari környezetvédelmi vízügyi szakgimnáziuma évtizedek óta élen jár a szakemberek utánpótlásában, országosan is kiemelkedő létszámban. Itt maradnak érettség után, megcsinálják a vízügyi technikus szakmát, és a Közszolgálati Egyetem Bajai Főiskoláján, tehát a vízügyi tudományi karnak is a diákjainak az ömét az itt végzett diákok alkotják, illetve ahogy én szoktam fogalmazni, tehát vízügyes területen az országban szinte mindenütt találhatunk nálunk végzett öreg és még öregebb diákot. A vízügyes tanórán a diákok játékos tesztfeladatokat kaptak, tájékozódhattak az egyetem elképzeléseiről, a vízügy feladatairól és lehetőségeiről, de élménybeszámolók alapján megismerkedhettek a vízügyesek mindennapjaival is. Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatra várták a nyíregyháziakat a Városi Rendelőintézetben. Többek között vércukrot, vérnyomást, testzsírt és tüdővitalitást mértek az érdeklődőknek. A szűrést az önkormányzat támogatásával az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság szervezte meg, és aki eljött, a szponzorok jóvoltából még ajándékcsomagot is kapott. 45. Vércukormérésen vett részt Kakuk József, nálam mindent rendben találtak. A nyíregyházi férfi feleségével együtt jött el a Városi Rendelőintézetbe. A házaspár szerint ki kell használni az ingyenes szűrővizsgálatokat. Fontos az, hogy az ember a magánmérések mellett is, azért hivatalos mérés is, hogy így fogalmazom, meg megtalálja, és nagyon fontos az, hogy tényleg folyamatosan kísérje figyelemmel ezeket, és nagyon örülünk az ilyen összejövetelnek. Tényleg eljövünk, nagyon szívesen, tényleg évekként visszajárunk, és sok tényleg próbálunk annak érdekében tenni, hogy az belül maradjon a szabványon belül. Vérnyomást, testzsírt és tüdővitalitást is mértek szerda délután a Szent István úti egészségügyi intézményben. Több százan vettek részt a szűrésen. Szerintem meg fog dönteni a tavalyi csúcsot is, mert tavaly is ilyen 7-800 fő voltak. Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság vezetője azt mondja,
A szűrésekkel a leggyakoribb megbetegedéseknek üzennek hadat. Ezek az ingyenes szűrőprogramok azért vannak pont, hogy fejlődik a leggyakrabban előforduló megbetegedésekre, amik ugye több betegség jön, ez az elhízás, cukorbetegség és a magas vérnyomás, ez a leggyakoribb betegség már Magyarországon, és ugye ezek határozzák meg a többit is, mert ezek alapján indulnak a különböző egyéb más szövődmények és betegségek. A szűrővizsgálatokon résztvevők a különböző helyszíneken aláírást kaptak, aki minden állomáson megjelent, ajándékot kapott. Az egészségügyi állapot felmérést az önkormányzat és egy háztartási vegyipari termékeket előállító cég is támogatta. Váci Mihály születésének 93. évfordulója alkalmából a Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesület a Városháza Váci Mihály termében egy 80x120 cm-es Váci Mihály szobráról készült képet ajánlott fel a polgármesteri hivatal számára. A kép a költő Móricz Zsigmond Színház előtti szobrát ábrázolja. Megkezdődött a fenyőfa árusítás az ünnepek előtt, Nyíregyháza több pontján kínálják a különböző típusú és méretű fákat. Mindjárt jövünk a részletekkel, előtte még nézzük a nap további híreit. Tegnap délután a Ferenc körút és a Korányi utca csomópontjában egy személygépkocsi elrontotta a balra kanyarodást, patkának ütközött és felfutott a járdára, személyi sérülés nem történt. A 36-os számú főúton Jánosbokornál őzet gázolt el egy autós, a vad elpusztult, a balesetet rendőri intézkedés követte. Délelőtt a Kossuth utca és a Ferenc körút csomópontjában feltehetően a kiegészítő zöld jelzésen egyenesen hajtott át egy autós, és összeütközött a szabályosan haladó személygépkocsival. A vétlen járműből egy szemét vittek kórházba a mentők. Megkezdődött a fenyőfa árusítása az ünnepek előtt, Nyíregyháza több pontján kínálják a különböző típusú és méretű fákat. Az árak nem változtak a tavalyihoz képest, a fák méterét 2 és 8 ezer forint között lehet megvásárolni. Óriási fenyőfa kínálattal várja a búzatéri piac csarnoka vásárlókat az ünnepek előtt. A kisebbektől egészen a nagyokig, a Luctól a Normandig, minden megtalálható az idei évben is az árusoknál. Az árak nem változtak a tavalyihoz képest, a Luc fenyő métere 2000-2500 forint, az ezüst fenyői 5000, a Normandi pedig 8000 forint. Az árusok között sok az őstermelő, Mikulás után kezdik meg kivágni a fákat, és december 10-től kezdik az árusítást. 1996-tól termeljük, hát a legtöbb része lucfenyő, én mint őstermelő. Hát van ezüst is, Normandia, Nyegenye, Colorado, de inkább a lucot, mert az, ami itt ezen a nyírségi részen megterem, az inkább a luc. Nyüsti Józsefné hozzátette, ő azt tapasztalta, hogy az idősebb korosztály az alacsonyabb lucfenyőt keresi és szereti korábban megvenni, a fiatalok körében népszerűbb a normand fenyő, ami igaz drágább, de tartósabb. Lucfenyőt vásároltunk, mert nem is nagyot, mert azt szeretjük, van helyünk, de nem nagy, jönnek az unokák, van egy 3-4,5 éves, és az rettenetesen várja a karácsonyt. A legtöbb fát a karácsony előtti napokban vásárolják az emberek, van, aki 24-én délelőtre hagyja a beszerzést. Többen visznek a temetőbe szeretteik sírjára is feldíszített karácsonyfát vagy ágakat, arra is van kereslet a piacon. Most egy nagyon kicsit, mert a temetőbe szeretném vinni, tehát most még nem az igazi nagy fenyőfát, ami otthon lesz, hanem egy ilyen kicsit, minél kisebb, de lehetőleg formás legyen. Az árusok tanácsa szerint le kell zuhanyoztatni a fenyőfát, mielőtt beállítjuk a helyére, és sós vizet kell a tartójába önteni ahhoz, hogy ne hulljon le korán a tűlevele. A szakértők állítása szerint idén sok volt a csapadék, magas a fák nedvességtartalma, így jó esély van rá, hogy hetekig friss maradjon az ünnepi jelkép. Nemzetközi kupamérkőzést vívott a Fátum Nyíregyháza, a női röplabdások, a belga bajnok Beverent fogadták a Continental Arénában. A párharc győztese a legjobb 16 közé jut a CEF kupában. Nemzetközi kupamérkőzést játszott a Continental Arénában a Fátum Nyíregyháza, az ellenfél a belga bajnok Asterix Avo Beveren együttese volt. A pirosmezes vendégek az előző fordulóban még a bajnokok ligájában szerepeltek, de nagy csatában kikaptak a holland bajnoktól, így a CEF kupában folytathatják. A belga csapat kezdte a találkozót, de Fernández szerezte az első pontot. Sokáig fej-fej mellett haladtak a csapatok, az első technikai szünetnél azonban 8 hétre a vendégek vezettek.
Nagy volt a magasságbeli különbség a vendégek javára, akik jól blokkoltak, és 25-18-ra nyerte a játszmát az Asterix Avó. A következő két játszmában is hasonló volt a helyzet, hiába volt több jó egyéni teljesítmény a mieinknél, a belgák minden hibát könyörtelenül kihasználtak. A második és a harmadik felvonást is egyaránt 25-18-ra nyerte a Beveren, így 3-0-ra megnyerték a mérkőzést. A nyíregyháziaknál Nelmira Valdez volt a legeredményesebb, 14 pontot szerzett. Voltak egészen jó periódusaink, voltak, amikor fel tudtuk venni a harcot a belga bajnokkal, akik azért BL indulónak számítanak. Vissza kell néznünk, nagyon sok olyan apróság van, ami ezen a mérkőzésen kijött. Akár védekezés, akár blokk, szinte bármelyik játékelemet nézhetem. Ezzel kell tovább dolgoznunk és foglalkoznunk, hogy erre a szintre kerülhessünk egyszer. A visszavágót január 10-én rendezik Belgiumban. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer röviden. Kutyafuttatót adtak át a Malomkertben, közel 1500 négyzetméteren körbekerítve kis és nagy testű kutyák számára ketté osztva áll a kutyások és kedvenceik rendelkezésére az új létesítmény. A kutyafuttatót az önkormányzat hozta létre, és több mint 6 millió forintba került. Sikeres évet zár a Móricz Zsigmond Színház, emelkedett a bérletesek és a jegyet vásárlók száma is. Népszerűek a tematikus bérletek, de a szakma is elismeri a teátrum munkáját. Emellett minősített fesztivál lett a Vidor. Nyíregyházára érkezett a Mi Vízügyünk elnevezésű országjáró vízügyi roadshow. Közel egy hónap alatt 10 városban több mint 1000 diákkal találkoztak. Most a Vásárhelyi Pál építőipari környezetvédelmi vízügyi szakgimnázium tanulóival. A program célja, hogy a hiány szakmának mondható vízügyes továbbtanulásra buzdítsanak. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Holnap felhős, borús időre számíthatunk. Mindjárt jövünk a részletekkel, legfrissebb hírekkel pedig holnap este is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!